melegre való tekintettel, most hűtőkocsis kivitelbe megyünk. Úgyhogy itt van a vitet, hűtőszekrény, különbságokkal. Na, hajrá! Sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Ismét hétvége van, jó idő, úgyhogy gurulunk. Az úti cél az vidék, de valóban egy ismeretlen helyre megyünk, legalábbis számunkra ismeretlen. Szent Antalra megyünk, a Kohári Kobur kastélyt nézzük meg. Eddig mi se tudtuk, hogy létezik. Állítólag nagyon szép és eredeti állapotában, eredeti bútorokkal, illetve Bozókot, megnézzük a bozóki várat, ami mellett múltkor elgurultunk, és hoztunk egy piknik kosarat, úgyhogy piknikezni is fogunk. Gyertek vele! Még ez se olyan hideg! Hogy tudtok bejutni a kastélyba, ha elszálljátok magatokat, hogy eljöttök ide? 24 euró a belépő két főnek, tehát fejenként 12 euró. Ez a nagykört foglalja magába. A kiskör az nem tudom mennyi, mert mi a nagykört választottuk. Csak is vezetett módon, tehát túravezetővel lehet megtekinteni a kastélyt. Tehát egy darab felvételt sem engedtek készíteni. De hát azért egy kicsit sikerült. Szóval ilyet én még nem láttam. Tehát, hogy minden eredetiben megmaradt, minimális helyreállítást igényelt, de például a zeneszalon az eredeti állapotában 1700-as évekből megmaradt, a tapétájával együtt és a bútoraival együtt, gyönyörű volt. A Kohári András, aki építette magát a kastélyt 1744 és 1750 között, ő többek között császári generális volt és a Hont megyének a főispánja. Egyébként a Kohári családból évszázadokon keresztül, tehát a 16.-17. századtól kezdve kikerültek hadvezérek, országbírók, generálisok, tehát főleg hadipályán teljesítettek szolgálatot, és ennek köszönhették a felemelkedésüket. A kastélynak az alaprajza az azért érdekes, mert egy ilyen négyszögletes alaprajzú, gyönyörű belső udvarral. A szökőkút, ami az udvar közepén áll, az is eredeti, tehát eredeti állapotában megmaradt, tehát több mint 200 éves. És
Hát a mai statikusok, építészek is csodálkoznak azon, hogy ilyen lejtőre építették ezt a kastélyt, ugyanis hogyha majd erre jártok és megnézitek, akkor láthatjátok, hogy az egyik oldalán két emeletes, míg a másik oldalán csak egyszintes. Tehát a nyugati oldalt ezt később építették ugye a kastélyhoz, és így nyert el a mai eredeti formáját. Nagyon egyedülálló abban a tekintetben, hogy átviszelte a világháborút, nem fosztották ki a kastélyt. Gyakorlatilag egy olyan kastélyt láthatunk, ami megőrizte kívülről, belülről az eredeti mi voltát, tehát eredeti bútorokkal. A kastély építésére még az jellemző, hogy a naptár szimbolikájának jegyében építették meg, tehát négy bejárata van, amelyek eredetiek ugyancsak. Van 12 kéménye, 7 voltíves árkádja folyosója, és van 52 szobája és 365 ablaka. Érdekesség, hogy már jártunk egy ilyen kastélyban az anyaországban, Magyarországon. Ez Tiszadobon található az Andrássy kastély, és itt legnézzétek meg korábbi filmjeinkben, az is szerepel. Az is hasonlóan szép állapotban van, most újították föl. Világháború utáni években az állam tulajdonába kerül a kastély, és innentől kezdve a Coburg leszármazottnak, Coburg Fülöpnek már csak használati joga van. 44-ben végleg el kell hagyni az otthonukat, és innentől kezdve pedig csodával határos módon megmaradt a kastély. Az egyik legszebb kastély itt a közelben, amit meg lehet nézni, és azért egyedülálló, mert tényleg eredetiben megmaradt, tehát nem összeszedték valahonnan a korhű bútorokat, hanem azok a bútorok vannak benne, amely az egykori kastély lakók kényelmét szolgálták. Mindenképpen gyertek el és nézzétek meg. Lehet egyébként azért nem tudnak annyira erről az emberek, mert hát nem lehet felvételeket készíteni. Vigyed a bundikat! Viszem a bundit! Na mi a... Mi a bundi? Mi a bundi? Mi a bundi? Leadtuk a recepciónál, ahol vettük a... vagyis a pénztárnál, ahol vettük a jegyeket, leadtuk a kabátokat. Erre, amikor mentünk érte, akkor mondta a hölgy, a kasszásnő, hogy ott van, itt vannak a bundik. Igen. Te meg csak így néztél, hogy mi az a bundi. Egyből tudtam, hogy bunda, tehát a kabátokra gondol. Hozzá kell szoknunk ez a szlovák nyelvhez. Na, nézd meg, itt látszik a szintkülönbség. Tomi, nézd meg, ahogy építettél. Na, hogy bírod a meleget? Jól bírom, és remélem a hűtőtáska is jól bírja. Irány a piknik? Nagyon éhesek vagyunk. És a bozó kivár. Hát ebbe a kastélyba azért el lehet tölteni 3-4 órát. El lehetne, hogyha hagynák. Igen. Na, de hát a vezetés is több mint másfél óra volt. Én mondom, hogyha tényleg minden normálisan meg akarnál nézni, egy egész napot el lehetne, hatalmas. Hatalmas. Ja.
Na. Itt vagyunk, hol vagyunk. Megérkeztünk a Bozóki várhoz. Úgyhogy gondoltuk csönd lesz. Keresünk egy csöndes helyet. Csak megnézzük a várat, mert ugye azt írták, hogy ingyen látogatható, viszont 6-kor bezárják a várkaput. Úgyhogy mielőtt piknikezünk, gyorsan megnézzük belülről. Igen, még mindig számítanak rá, hogy visszajönnek a törökök, szerintem azért kell éjszakára bezárni. Nem tudom miért ezt a romos izét be kell zárni. Ja, aha, hát a kávézónak megy az agregátor. Bizony. Egy sziasztok, üdvözlet mindenkinek, bejöttünk ide a várba, a Bozóki várba. Eredetileg egyébként ez nem vár volt, hanem apátságnak, kolostornak épült, mégpedig a 12. század elején Szent István tiszteletére építették a ciszterciek, aztán a ciszterci rendtől átvették a premontreiek, és több száz évig itt voltak. Tehát a vár belső udvarán egy kolostornak a romjait lehet látni, és hát igazából a kápolna maradt meg valamennyire, és a többi pedig romos állapotban. Az az érdekessége ennek a várnak egyébként, hogy a 20. századig lakott volt, nem gondolná az ember, hogyha így végigmegy rajta, de állítólag itt lakások voltak kialakítva, termek, és 1944-ben a szemben álló felek, akik itt harcoltak a II. Világháború idején, azok lőtték rommá, és akkor a 2000-es évek elején állították így helyre, ahogy most látható, tehát a 4 sarokbástya az megvan. És hát ugye van egy erős külső várfal, ez egyébként később, amikor a Ballassa Zsigmond birtokába kerül ez a kolostor, ugye elmennek innen a premontreiek, akkor alakítja át várrá, és hát a török ellen is megerősíti. Egyébként 1541-ben itt vissza is veri a törököt. Aztán később még az újkorban is megyegyűléseknek a színhelye volt több ízben, és hát a 20. századig lakták. Úgyhogy be lehet menni egyébként, én azt hittem, hogy sokkal romosabb állapotban van, de be lehet menni ezekbe a tornyokba is, szép kilátás van föntről az egész várudvarra, és van itt egy kávézó is, agregátorral működik, és hogyha erre jártok, akkor itt tudtok inni valami frissítőt, meg valamit akár enni is. De mi most kimegyünk, és kint a várok falon kívül piknikezünk egyet. Hengéskány, biztos, hogy biztonságos ez? Nem. De mindig ilyen szűk helyekre jövök. Jaj, ez viszont klassz. De nem biztos, hogy már le tudok menni. Aha. Akkor te leszel a vár szelleme. Ú, de szép. Ez tényleg innen van. Na, aki még nem látott közelről zsindeit, itt vannak. Ugye ez a nyersepele, itt a nútja, és akkor így egymásba vannak ezek rakva. Én se tudok zsindeit rakni, mert nem így raktam össze. De ezt nekem honnan kellene tudnom? Nem vagyok tetőfedő. Na. Nem vagy az a tetőfedő típus. Na, menjünk le. Írja ki emberi nyelven, nem az, hogy pazok, meg pozdolj. Azért, hogy nem állsz föl a falakra. Jaj. De szép az az ablak. Vigyázz el, nem. Hú, na végre. Ú, ez szép. Ez a kápolna maradt meg. Na. Ugyanígy voltak lerakva a téglák, emlékszel az Eszteréknél a szobába? És olyan kellemes... Hideget adott. Igen, hűvös volt, de nem volt de hideg. De ez is fog meg? Aha, ja, teljesen. Tehát amikor tavaly kirándultunk Emilia Romániába, Cezenába igen. Vagy? És ilyen volt a szobába, így volt igen. Lerakva, csak le volt lakkozva. Igen. És milyen kellemes volt. Hú, de magas ez a kápolna. Jaj.
már megint lejártuk a lábunkat 40 fokba. Igen. Csak nem lett volna jobb a Balatonba szerintem pancsolni. Nem, mert amíg odáig lejuttunk, az is egy halál lett volna. Úgyhogy én most itt kipakolok, és eszünk finom dolgokat. No. Na hát itt piknikezünk. Megtaláltuk végre a helyet. Egy kis sajt, tarja, paprika, paradicsom, nádudvari sajtkrém. És a bozó kivár. Ezt látjuk. Hogy vagy? Most már jó. Akkor együnk. Indulunk haza. Igen, hát ennyi volt mára. Elindulunk lassan, megy lefele a nap, úgyhogy nem tudjuk merre vissza a GPS, valószínű kanyargunk egyet, aztán pihenjük magunkat. Jó volt szerintem, szerinted? Nagyon klasszó. És tényleg most az intro ahhoz hülyek voltunk, úgyhogy ismeretlen helyek. Turistamentes helyeken. Ja. Kár, hogy nem tudtunk forgatni. A kastélyban meg gyönyörű, úgyhogy én nekileg azt javaslom, hogy nézze meg, mert megéri. Mindenképpen menjetek el oda. Sziasztok! Ciao!